A néma mi atyánk. Hozzád, veled, neked mondani egy utolsó éneket, imában ömleni eléd, legutolsó, de hűséges cseléd. De jaj, ha nem igaz. Szobám csupa por, kertem csupa gaz, csupa lelógó tört faág, a templom messze, a könyv nehéz, ólomcsizmában toporog az ész, és mégis, mégis ő van itt, immár tőlem el nem veszik. Nap nap után, éj éj után, én téged hívlak, mi atyánk. De mire jó egy lámpástalan rádió? Hogyan szólítsam az ég urát, egy siket néma mi atyánkon át, ha szói közül minden második alattomosan elrejtőzködik. Bénult napokon izzadt éjeken az értelem is értelemtelen, értelemtelen és imátalan. Magam vagyok, egészen egy magam. De talán mégis volna valami helyettem hinni, vallani, nevemben felimádkozó, karikás kis szentolvasó, egyetlen társam, aki vagy, karika gyűrűm, el ne hagyj. De nem hagytalak-e téged elén, szómmal, amelyből kialudt a fény, szívemmel, amely csupa seb, elmémmel, amely űrnél üresebb. Nem hagytam el veled együtt azt, aki az űr fölött virraszt. Mit felelek, hisz nem tudok felelni? Mit felelhet a mindennek a semmi? Akarom élni az egész hitet, szeretni, ahogy Isten szeret, és bízni. Bízni akarok abban, amit a Krisztus hozott. Nem érzem, nem is gondolom, de akarom, akarom, akarom.